A Magyar Elhízástudományi Társaság mai sajtótájékoztatójának legfontosabb üzenete, hogy a közgondolkodásban ne stigmatizáljuk, az egészségügyi ellátásban pedig ne diszkrimináljuk az elhízott betegeket. Miért pont ezt választottátok, ezt a témát? Igen fontos terület, tekintettel arra, hogy már a korábbi években elindult ez a folyamat, és napjainkra azt kell mondjuk, hogy sajnálatos módon a testsúlyhoz kötődő stigma a legjelentősebb ma világszerte. Erre különböző nemzetközi tanulmányok is vannak, és nekünk ez ellen mind szakmai szinten, mind pedig a társadalom érzékenyítése révén fel kell lépnünk. Meghívtad ugye nem csak különböző kiváló szakembereket, hanem egy olyan, hát fogalmazunk így, igazán hiteles embert is, aki a túlsúlyosokat tudja képviselni. A hazai túlsúllyal élők társaságának elnökasszonyát hívtuk meg a rendezvényre, és szeretnénk segíteni abban, hogy erőteljesebben hallathassák hangjukat, és együttműködésben pedig elindítsunk egy érdekvédelmi szövetséget is, egy együttműködést, amelyben klub indításával tervezzük a túlsúllyal élők problémáinak megbeszélését és különböző aktivitások elindítását. A körülményekre való tekintettel ugye az első klubfoglalkozás nem lesz látogatható, és nem tartjátok meg, de hát ha jól tudom, akkor ezen a helyszínen működik majd. Ezen a helyszínen tervezzük indítani, és természetesen meg kell várjuk azt, amikor erre a megfelelő időszak eljön, reményeink szerint minél korábban. Kérlek, foglald még össze azt az 5 darab üzenetet, én a fő üzenettel kezdtem, na de hát van még a tarsolyodban más is, amit ennek a sajtótájékoztatónak az összegzéseként a legfontosabbnak tartasz. Világszerte nagy probléma az elhízás, globális pandémiáról van szó, gyakorlatilag minden 5. felnőtt világszerte elhízott. Ez azt jelenti, hogy nem a túlsúly kategóriájában van, hanem már abban a kategóriában, amely elhízásnak számít. Hazánkban ennél picit rosszabbul állunk, tekintettel arra, hogy minden 3. felnőtt elhízott, és minden 5. gyermek úgy szintén ebbe a kategóriába tartozik. A jó hír annyi, hogy a túlsúly előfordulása hazánkban csökkent, de sajnálatos módon az elhízás további növekedése várható, mind világméretekben, mind pedig hazánkban. És hogy miért probléma ez? Már sokat beszélünk és kommunikálunk arról, hogy az elhízás számos további krónikus betegség előszobája, és ilyen formán meghatározza a hazai betegség struktúrát, illetve a halálozást is. Egyébként világméretekben az elhízásra fordított költségek is egyre növekednek. Az egészségügy 8-10%-át teszi ki átlagban, Magyarországon ez 11,6%, és ugyanígy az összhalálozás világméretekben 10-13%-ban az elhízáshoz köthető manapság. Na most, hogy a súlyos problémát hogyan kezeljük? Hát mindenek előtt minél hamarabb megfelelő lépéseket kell tegyünk, megfelelő cselekvési tervet kell megfogalmazzunk. Gyakorlatilag a társadalom összes résztvevőjét ebben involválnunk szükséges. A média szerepe igen fontos, de természetesen az egészségügyi döntéshozók, a szakma, illetve a civil összefogás nagyon jelentős. És hogy mely az az 5 lépés, amit meg kell tegyünk? El kell fogadjuk, hogy az elhízás betegség, az elhízottak társadalmi megítélésén változtatnunk kell, pontosan emiatt, mert nem kizárólag magatartási probléma, vagy pedig életmódbeli rendellenesség az, ami miatt valaki elhízik, hiszen anyagcserebetegségről van szó. Második lépésként megfelelően kell monitorozzuk az elhízás előfordulását, és megfelelő megelőzési stratégiák kidolgozása szükséges. Be kell illesszük a megfelelő kezelést az egészségügyi rendszerbe, és gyakorlatilag nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy a világ minden országa küszködik ezzel, de már vannak jó gyakorlatok, amelyeket a múltban mi is követtünk, amelyeket hasznosítanunk kell az elhízottak komplex ellátása érdekében. És a legfontosabb a már említett össztársadalmi összefogás, hiszen az előrejelzések szerint 2025-ig
a WHO által tervezett célkitűzés, hogy állítsuk meg az elhízás növekedését, sajnálatos módon igen-igen nehezen valósítható meg számos országban.